akkor a tavaszi napokban álmosabbnak, kimerültebbnek érezhetjük magunkat. A szakértők szerint a tavaszi fáradtság egy általános jelenség, ami betudható a kiürült vitaminraktáraknak és a mozgásszegényebb életmódnak. A téli időszakban a kevesebb napos óra, a kevesebb zöldség és gyümölcs választék miatt tavasz elejére rosszabb kedvűnek, fáradékonyabbnak, álmosabbnak érezhetjük magunkat. A dietetikus szerint télre az anyagcserénk lelassul az energiadúsabb, de vitaminszegényebb ételek miatt. A szakértő hozzátette, ha szeretnénk elkerülni a tavaszi fáradtság tüneteit, akkor érdemes egész évben kiegyensúlyozottan táplálkozni. Első és legfontosabb szempont az az egészséges táplálkozás. Ez nem csak a téli időszakra vonatkoztatva, hanem minden egyes hónapban. Legjobb, hogyha életmódszerűen történik ez az egészséges táplálkozás, és nem csak ilyen kúraszerűen, mert ilyenkor, mikor valaki kiegyensúlyozottan táplálkozik, akkor nagyobb valószínűséggel minden vitamin, nyomelem, ásványanyag bejut a szervezetébe, és ilyen hiánybetegségek, állapotok nem fognak kialakulni. A tavaszi fáradtság elkerülése érdekében fogyasszunk minél több vitaminban és ásványi anyagban gazdag élelmiszert, friss, szezonális zöldséget és gyümölcsöt. Ilyenkor különösen fontos, hogy pótoljuk az immunrendszer számára a legfontosabb vitaminokat, hangsúlyozza a Kiskanizsai Gyógyszertár vezetője. Ez egy átmeneti állapot, de lehet kezelni egyrészt a vitaminraktárak feltöltésével, döntően a B-vitaminraktárak, illetve okozhatja vas és magnézium hiány is az ilyen állapotot, és igazából javasolt egy picit a szervezet mozgósításait, tehát sportolás a szabadban. A szakértők szerint a változatos és kiegyensúlyozott étkezés mellett a rendszeres testmozgás is fokozatosan iktassuk be a napi rutinba.